Szeretettel köszöntöm a Kecskeméti Televízió nézőit. A mai napon János apostol evangéliumának 15. fejezetéből a 18. sortól a 16. fejezet 4. sorig levő gondolatokat olvasom. Ha gyűlöl majd benneteket a világ, gondoljatok arra, hogy engem elébb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, mint övéit szeretne benneteket a világ. De mert nem vagytok a világból valók, hanem kiválasztottalak benneteket a világból, gyűlöl benneteket a világ. Gondoljatok a tőlem kapott tanításra, nem nagyobb a szolga az Uránál. Ha tehát engem üldöznek, titeket is üldözni fognak. Ha az én tanításomat megtartották, a tieteket is megtartják. És ezt mind az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki küldött engem. Azt tapasztaljuk az életben és a polgári életünkben, hogy a személyes létünk, az állásfoglalásunk, az értékrendek, amelyeket az életünkben megvalósítunk, az nagyon sokszor rejtve maradnak. Mi magunk is szeretünk mindannyian valamilyen módon állarc mögé bújni, hogy bizonyos dolgokat ne kérhessenek számon rajtunk. És ugyanígy nem csak mi keresztények vagyunk ebben a helyzetben, hanem nagyon sokszor sok ember rejti el az anyagiasságot, az érzékiséget, az önzést, és ha szembesíteni szeretnénk velük ezzel, akkor mindannyian meg vannak sértődve, vagy tiltakoznak. Valamikor a 70-es évek elején az összes addigi ismert űrhajóst egy vizsgálatra berendelte az amerikai orvostársaság, és a vizsgálat során kiderült, hogy a testi egészségük kiválónak bizonyult továbbra is. Mégis meglepetést keltett az állapotok az orvosok számára. Azt tapasztalták, hogy az az űrhajós, aki életvitelében, tehát az űrhajósok életvitelében valamilyen meg nem magyarázható okból fordulatát be. Az, aki tudós volt, az politikus lett, a közömbös szerzetbe lépett, a mérnök elment prédikátornak, és idézés idején éppen Jeruzsálemben vezényelt egy kórust, a holdon járt idegösszeroppanást kapott, mert nem tudták ott folytatni az életüket, ahol abba hagyták, mikor vállalkoztak erre a feladatra. Az eltelt időben a személyiségben történt változást nem értették az orvosok és pszichológusok. Hiszen ezek az emberek diplomátusok voltak, és mindannyian élsportolók makkegészségesen kerültek be abba a csapatba, amelyennek következtében kiképezték arra, hogy az űrhajózásban egy feladatot elvégezzenek. Ezt a feladatot elvégezték, és ennek a feladatnak befejeztével egy olyan élményt éltek át az életük során, amelyet az eddigi földi élményeikkel már nem tudták tetézni. Ennek keretében kellett valamilyen módon egy új életet kezdeni, amellyel igazában szembenéznek azzal a világgal, amelyben tovább kell élni. Mintha mindannyian egy ilyen kísérletnek a részesei lennék, és ennek keretében válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy igazában az a szeretet, az a tanítás, amelyet az Isten ránk bízott, amelynek a célja az örök élet, azt merjük-e vállalni, vagy valamilyen módon az életünkben ugyanúgy egy kicsit tartózkodóan, mint az Úristen mondta, üldözöttként kell élni, mert a körülöttünk levő világ nem érti, ahogy nem értette az űrhajósoknak a viselkedését sem. Amen.